A projektet az Európai Unió mintegy 3 millió 177 ezer euróval támogatja. A projekt megvalósítása tavaly június 1-én kezdődött, a projekt zárása pedig 2020. május 31-éig esedékes. A Morhalmi Szerb Kulturális Központ építkezési munkálatai már javában zajlanak, viszont a projekthez hozzátartozik a Palicsi Magyar Művelődési Központ kiépítése, amely még nem kezdődött el, és a projekt keretében számos kulturális rendezvényt is meg kell valósítani a projekt zárásáig. A Kolo Szerb Kulturális Központ alapkövét fél éve helyezték le, a munkálatok jól haladnak, emelte ki Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere. Mórahalom és a Mórahalmi Egymásért Egyesület arra vállalkozott, hogy a szerb kultúrának egy templomot épít Magyarországon, amelynek a feladata, hogy a balkáni és a szerb kultúra, amely egy büszke kultúra, minden elemét igyekezzünk Európa szerte bemutatni és számára pozíciót képezni. A tervek szerint a Mórahalmi Kolo Szerb Kulturális Központot jövő év januárjában adják át rendeltetésének. Ráded Robert Szerbia budapesti nagykövete köszönetét fejezte ki, amiért Magyarország szinte mindenben segíti Szerbiát. U poslednje vreme prekogranični projekti su zaista umnoženi i odvijaju se dobro. Mađarska je tu da neki način ona koja najviše posreduje da i Srbija u tim projektima ostvari neke svoje interese. Ognjen Bjelić tartományi régió közi együttműködésért felelős titkár bejelentette, a projektre elnyert támogatásból mintegy 1,5 millió eurót Vajdaságban fektetnek be, Szabadka és Újvidék városa a kedvezményezettek. Polaganje kamena temeljca na Mađarskom kulturnom centru u Paliću će biti krajem septembra ili najkasnije tako početkom oktobra meseca ove godine, dakle za neki 15-ak dana. A Mórahalmi Kolo Szerb Kulturális Központ már szerkezetkész, hamarosan indulnak a belső építészeti munkálatok. Az épület a szerb kultúrának, gasztronómiának és hagyományoknak ad majd otthont. 2019-ben mintegy 60 program lebonyolítását tervezik benne.